lesz kegyelem. Ha pedofil vagy, üldözni fogunk, elkapunk és börtönbe kerülsz. Novák Katalin és Varga Judit tavaly kiengedtek a börtönből egy pedofil bűncselekményekben bűnrészes valakit. Egy olyan valakit, aki szexuálisan bántalmazott, molesztált gyerekekkel akart aláíratni a saját maga által írt hamis vallomásokat arról, hogy nem történt velük semmi. Hogy mindarról, amit ezek a gyerekek átéltek, arról hallgassanak. Pedofil és pedofil simogató egy kutya. Kaleta Gábor, Fox Tivadar és Timár László után, tehát egy újabb pedofil fideszes lehet a szabadlábon az Orbán rendszernek köszönhetően. Ülhet egy gyerek mellé a buszon, sétálgathat az óvodák környékén, üldögélhet a játszótéren, sőt, gyerekeket taníthat. Mert Novák kegyelmet adott neki. Ezzel pedig méltatva lett a köztársasági elnöki posztra, ezért kezdeményeztük vele szembe a megszüntetési eljárást. Nem lehet tovább köztársasági elnök ez a nő. Nem lehet tovább köztársasági elnök az a nő, aki ehhez aláírását adja. Novák Katalin és Varga Judit döntése nem rendszerhiba, hanem maga a rendszer. Novák Katalin és Varga Judit nem megsértették az Orbán rendszer normáit a pedofil K. Endre szabadon engedésével, hanem kifejezték azokat. Az a norma, hogy a fideszes pedofilt kiengedik. Pont. De hadd tegyek nekik, a még rejtőzködő pedofiloknak és a pedofil simogatóknak egy ígéretet. Nem lesz kegyelem. Ha pedofil vagy, üldözni fogunk, elkapunk és börtönbe kerülsz. Nem fog bennünket érdekelni, hogy kinek a kije vagy, ki a barátod, milyen családból jössz, hányszor jársz templomba, börtönbe kerülsz és sokáig. És ha kijössz, és gyerekek közelébe mész, akkor újra börtönbe fogsz kerülni, sokáig. Mert te gyereket molesztáltál, vagy segítettél eltussolni az ügyet. És az ilyennek, meg a pedofil simogatóknak egy normális, nem Orbáni rendszerben nincs kegyelem.